und was macht ein blauer Färber? Megmondaná nekem, mit is csinál egy kék festő? Ich mache wunderschöne blaue Stoffe mit weißem Muster. Kék anyagokat készítek. És a kék festő mellett még fazekaskodnak, mézes kalácsot készítenek, harisnyát kötnek, s mindezt egy mesébe ágyazva, miközben gyarapítják szókincsüket és nyelvi biztonságukat. A Kanizsai Dorottya általános iskolában hagyománnyá lett ez a nap, melyet a német közösség hozott létre. Az iskolánk egy német nemzetiségi iskola, és minden alkalmat szeretnénk megragadni arra, hogy a nemzetiségi németet tanulók gyerekek számára hagyományokat, értékeket mutassunk be, és ezeket továbbadjuk. 11 éve munkálkodunk egy Mesterségek és Munkák című projekten. Ez azt jelenti, hogy minden évben az 5. osztályos tanulók vehetnek részt ezen a 3 hetes projekten. A gyerekek 4 mesterséggel ismerkedhetnek meg, a fazekassal, a kékfestővel, a mézes kalácsossal és a harisnyakötővel. Nyilván más nemzetiségek is űzték ezeket a foglalkozásokat, de az együttélés magával hozta, hogy megjelenjen a németek körében is. A projektet mindig egy komoly, nagy volumenű műsor zárja. A kolléganőkkel együtt minden évben törekszünk arra, hogy valami újat találjunk ki. Az idejében azt hiszem, hogy egy nagyon jó ötlet állt rendelkezésünkre, egy mesét írtunk, a 4 kívánság címmel, és ebbe a mesébe próbáltuk bele csempészni a 4 mesterséget, és próbáltunk belőle valami nagyon érdekeset kihozni. Arról szól a mese, hogy egy parasztembert elkapnak a rablók, és 4 ördög megmenti őt. Természetesen a 4 ördög ezt nem ingyen teszi, hanem valamit majd követel az úrtól 20 év múlva, és a 4 fia megmenti a parasztembert, elmegy, megtanulja ezt a 4 mesterséget, és hát odaadja az ördögöknek a tükrös szívet, a kékfestőterítőt, a bütykös harisnyát, és azt a köcsögöt, amiben sohasem alszik meg a tej. Guten Tag! Kann ich diesen Hafen kaufen? Jó napot! Vehetnék magától egy olyan tejet, amiben sohasem savanyodik meg a fej? Nein, ist nicht zu verkaufen. Sei mein Lehrling, mach dir einen selber. Nem, ez nem eladó. Szegődj hozzá Minasnak, tanuld meg a mesterség fortéjait, és hogyha jól dolgozol, készíthetsz magadnak egyet. A gyerekek nagyon élvezték a próba folyamatot, és kreatívak voltak például a kékfestő minták tervezésében is. Emellett egy képes szótárat is szerkesztettek. Kicsit másképpen tanulták tehát a nyelvet, mint egy tanteremben ülve. Közben pedig észrevétlenül a hagyományokat is elsajátították. Most pedig megtudhatjuk, milyen egy jó mézes kalács. Az a titka, hogy sok mézet rakunk bele, és attól nagyon finom lesz, és ha rakunk bele egy icipici fahéjat, és összegyúrjuk lisztet, tojást. Ez is akkor ugye vannak ezek a díszítő formák, meg vannak azok a kinyomók, amiben rakunk ilyen tojásos, cukros ilyen habot, és ezt felkeverjük, és rakunk bele ételfestéket, és akkor kinyomjuk a mézes kalácsra. Én nagyon élveztem, még előadáson voltam, szerepeltem, az is ilyen adventi volt, és ugye ez a második, és én nagyon élvezem ezeket. Együtt van az osztály, meg a barátaink, meg a múlt évi osztályfőnökeink is velünk vannak. És ha még nem lett volna elég az édességből a mézes kaláccsal, itt van mindenki kedvence, a kakasos nyalóka. Vannak ezek a minták, a kakas, nyúl, a pipa, meg stb. És van ez a forrad cukor, ami úgy törik, mint a gyengébb üveg, a gyenge üveg, arra kell tenni egy kis, itt ezt 2 csepp is elég, akkor is jó piros lesz, és azokat be kell önteni ezekbe a formákba, és berakni egy ilyen kis fapácikát, és várni kell, hogy megkeményedjem, utána megtörölgetni. És kész a kakasos nyalóka. A gyerekek nagy izgalommal készültek a bemutatkozásra, de láthatóan szakértelemhez jutottak a hagyományos mesterségek területén. És persze itt vannak a főszereplők, az ördögök is, akik kikényszerítik az emberből a tudást. Ich möchte das feinste Lebkuchenherz im Spiegel. Az egyik fiat hozza nekem egy olyan tükrös szívet, amivel a legfinomabb fűszerek vannak. A mese mindenkit magával ragad, főleg ha tudják a gyerekek, hogy az írók azok a tanárok, akikkel ők napi kapcsolatban állnak.